Szíves elnézésüket kérem, és köszönöm a megértésüket, hogy minden, bár én nem gondolom magam színidirektornak, bár ilyesmit csinálok, de mindig színészként tudok csak magamra gondolni. Szóval minden színidirektornak az álma a pótszékes ház. Tehát szíves elnézésüket kérem, hogy el kellett kezdünk pótszékezni. Értsük meg egymást, lehet, hogy akik eddig az első sorban voltak, most pár ott a másodikba kerülnek. Nagyon örülök, hogy ennyien érdeklődnek a Főnix karácsony 20. Alkalma iránt, és nem is ragolok tovább a idejüket. Folytassuk a műsort. Yeah, please.
opera kurzusról gondolom most már harmadik tévére hallanak. Ez egy érdekes kísérlet. Látszólag arról lenne szó, hogy plébekre rendesen tárfogjanak, illetve hitességgel úgy kéne tanulni, sokkal többet. Az csak egy technikai rész. Megpróbálunk azonosulni a zenén keresztül bizonyos szerepekkel, figurákkal és szituációkkal. Nagyon sokan csináljuk most már másod-harmadévben. Négy elkészült, soha el nem készül egyébként, részt mutatunk be a kultus munkájából. Az első Toszka imája, Laura Londi hangján, Jankovicsi Zsónóra adja el. Következő, ami Verdi állarcos bájából egy ária,
Jelen nem Raúl, Modori Panka fogja előadni, és Sági Kristóf segít a szituáció megteremtésében. Itt egy figura teremtés a lényeg. Pa, 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 pa,
opera buffa őrizte meg leginkább a Comite dell'arte figurákat. Donizetti Don Pasquale vígóperája 19. század első felében született. Egy dottore és egy Brighella figurát mutat meg. Sir Gérard Evan és Ruszter Smith Kelemen Szabolcs és Sági Krisztóf figyeltek. La mia vendetta già sta vicina.
Oh,
született a fővárosi állatkertben. Helyszínen van tudósítónk, akinek sikerült elcsípnie az állat gondozóját. Hogyan készültek a jövevény érkezésére? Képzelje el, az óvodás gyerekek felkészítették a koramat kreppapírral, rajzokat is hoztak az a részharvas bébére, úgyhogy már nagyon várták az érkezését. Wow. És mi a neve? Anna Mária. És most egy kevésbé jó hír. 100 kg szaloncukrot loptak a Mikulástól. Szerencsére a tettes K.S. Zsófiát már sikerült elkezni. Nézzük, mi történik a helyszín. Mikor volt az indítékai, miért pont a Mikulás szemeltek, hogy nem gondolt a gyerekekre? Budán vagy Pesten történt? Hányan voltak a szemtanúk? Egyáltalán miért tette? Nem nyilatkozunk. És most az indítások. Köszöntöm a kedves nézőket, Angyal Márta vagyok. Az egy hétvége után erős és markáns hőlés várhatjuk. Hétfő 5 fokkal hidegebb lesz, ekkor az ország nagy részén mínusz 5 fokon hőátlagot mérhetünk. Kedden tovább fül a levegő, ekkor már mínusz 10, mínusz 15 fok lesz a jellemző. Szerdán... Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt a Korcsolya és más semmi, az F5-ös csatornán. Mai adásunkban a 2018-as Európa-bajnokság végső döntőit láthatjuk, melynek már csak 3 versenyzője van, a 3 legjobb. Lássuk, ma hogyan teljesítenek. Elsőként fogadják nagy szeretettel Flóra von Horvátot Amsterdamból! Flóra egy zigzaggal érkezik. Majd csinál egy zigzagsot. Egy ugrás, és megcsinálja a csúszóbikinát, nagyon szép megoldás volt újra, ezt megérdeztem. Érkezik is következő versenyzőm, Linette La Domotori Marseille-ből. Linette egy Sachsen Marie-t, majd csinál egy kontentát, körbe csúszik a pályát. Orsó forgás, szép volt Linette. Következő versenyzőm, Petra Big Kaliforniából. Petra egy méhek csúszása. Csinálna is egy zakszont. És kontenda! Majd ő is egy pisztolyugrással zárt a gyakorlatát. Hát nagyon szép gyakorlatokat láthatunk ma este. Nem lesz könnyű dolga a zsűriknek, de maradjanak velünk, mert az eredményhirdetéssel a reklámot folytatjuk. Igen. Hogy ez veszi el az idejét. Igen. Akkor magának találtál ki az ökodot. A mit? Ökod! Öndíszítő karácsonyfa! Wow! Nincs több unalmas díszítés. Az ökod minden díszt. Föl! Köszöntöm ismét kedves nézőinket, ez itt a 2018-as Európa-bajnokság, melynek versenyzői már fel is sorakoztak a végső döntéshez. Nos, ne is húzzuk tovább a szót. A 2018-as Korcsolya Európa-bajnokság győztese Linette La Domotori Marseille-ből! Nagy bocsánat, egy pillanat. Nem, köszönöm. Most kaptam a hírt, hogy Linette tiltott dopingszer fogyasztáson kapták a versenyen. Igaz ez? Mindegy is. Biztonságiak? Vigye csak el. Hát, mint tudják, a dopingfogyasztás tilos, így Linette sajnos kilett zárva a versenyből. Így a 2018-as Európa-bajnokság győztese Flóra von Horváth! Nagy tapsot kérünk szóljátok! Bocsánat már megint. Értem, köszönöm. Megint kaptam egy fülest, hogy Flórának érvénytelen az útlevele.
Flóra, kíván nyilatkozni? Mindegy is. Ricsikém. Vidd el is. Ezzel már csak egy versenyzőnk marad? Így, a 2018-as Korcsolya Európa Bajnokság győztese Petra Birg Kaliforniából! Kalifornia nem Európában van. Bye, bye! Már csak 15 másodperc van, a versenyzők az utolsó simításokat végzik az ételeken. Már csak 10 másodperc! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kezeket az asztal fölé! Kérlek, egyesével feladjatok ki a zsűrihez, aki ma sem más, mint Petra Remzi mesterszakács! Linett, kérlek, feladj oda Petrához. Linett speciális mákos fejlőt készített. Vajon elnyeri Petra tetszés? Zsófi, kérlek, most feladj le. Zsófi szaloncukorral készült. És most hallgassuk meg Petrát. Kedves versenyzők! Nagyon nehéz 2 hónapon vagyunk túl. Mind a ketten bizonyítottátok már tehetségeteket és kreativitást. Mind a ketten megérdemelnétek a fődíjat, ami 10 millió forint és egy év mesterség. De mégis dönteni kell. A mai teljesítmény alapján fogom meghozni a döntést. Zsófi. Szaloncukor kiválóan sikerült. Talán a csoki volt egy kicsit tömény, de remek ízvilág volt. Linett. Új dimenziót nyitottál a beidő készítésre. Nagyon jó tészta, könnyű ízvilág. Talán a töltelék kicsit töményebb, mint amennyit én raknék bele, de az íze ellensúlyozza ezt. Nem is húzom tovább az időt. 2018-as Mesterchef Junior győztese nem más, mint Dömötöri Linett Elizabeth. Gratulálok! Zsófi, hogy érzed most magad, csalódott vagy? Hát, igen, mert rengeteget készültem már a versenyre, és most csak így egy mákos belgivel. De így is egy ország megismert. Igen, de... Linett, örülsz a nyereményen? Persze, hogy örülök. Számítottál rá? Hát igazából nem nagyon számítottam a győzelemre, Zsófi nagyon felkészült ellenfél volt. És mit fogsz kezdeni a nyereménnyel? Először is megveszem a karácsonyi ajándékokat a családomnak. Ebből az összegből szép ajándékokkal lepeted meg a családod. Ez az elem a melódisom. Unja már az egyszerű, zöld színű karácsonyfát? Igen. Se baj, vásároljon neonsárgát! Megváltoztatta az életemet! Váltsa valóra gyermeke álmát! Mindent a gyerekekért alakítanád! Thank you.
Magyarország támad föl szívemben. Ilyenkor, decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben. S hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor, decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így, decemberben. Karácsonykor fényesek a felhők, csillagok horhorgol a félkendő, ráterítvi hegyek tetejére, fenyőágnak jégoltos a vége. Karácsonykor mindenki varázsol, meglepetés bújik ki a zsákból, szekrényeknek titkos rejtekéből, édesapám legmélyebb zsebéből. Karácsonyra karácsonyt is sütnek. Nincsen ennél izgalmasabb ünnep. Ajándékot én is készítettem. Ami készült, majdnem tűnhetettem. Szárnya van, de nem madár. Repülőgép, amin nyer. Szélrepíti, az a gépe. Így ül a ház tetejére. Ház tetején sokat dúd. Megnézi a rádiót. Belebúj a telefonba. Lisztet rendel a malomban. Lisztjét szórja égre, földre. Fehér lesz a világ tőle, lisztet prüszköl hegyre, völgyre, fehér már a város tőle, fehér már az utca, fehér már a muszka, Pepita a léger, nincs fekete Péter. Sehol, de sehol nincs más fekete, csak a boldi kutyának az orra hegye. De reggel, az utca, a muszka, a néger, a taxi, a maxi, a boldi, a Péter, és ráadásul a rádió, mind azt jabálja, hogy esik a hó. Aranyanak a halványablakok, küzd a sugára hangozó sötétel. Önt a tetőn sok vénkénén töfüken, a hósi messze, semmi sem vagyok. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony messze elleszállok. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés juhában állnak a fák. A hazatérő félve csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzű csendét. Az ébredő lesz álmos, elhagy. S az onszínékből a halk éjszakában, táncolva, zengve, s szelélve lágyan, fehér rózsákként húd alá a hó. Boldog karácsonyt kívánunk! Feliz! Olyan rossz dolog. Nagy fizikusok,
nagy professzorok. Némi fejtörés, kísérletezés, bizonyosan mentik volt. Hogyha ezt mutatnák, sem az atombombát, szebb lehetne a világ. Jó lenne 120 évig élni, s nem ült a gyergyarosan égni. Yeah.
rendben van, kérjék meg Tehát bármennyire is próbálnak hűtni az időt, úgy látszik, hogy a természet óakadály erősebb. Tehát még nem ért ide az első évben a szívesztési tanára valahol a kékestetői havasokból. Úgyhogy nekem kell pár szóval felkomparálni az első évben. Egy kicsit úgy az az elsőség, mert igazából nem színészeti eszközöket tanítunk ki. Ahogy az elején mondtam, hogy van egyfajta közös nyelv, részben színházon belül, részben egy olyan fajta közös nyelv, amit illik, hogy önök a nézők is értsenek, és ehhez kell valami. A 20. században volt egy kitűnő színházi ember, Louis Joubert, egy francia gyakorlati és elméleti szakember, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy valaki színész legyen, három dologra van szüksége. Szépen kell beszélni, szépen kell beszélni, és embernek kell lenni. Valamiért elmondta kétszer ezt, hogy szépen kell beszélni, és embernek kell lenni, az olyan nehéz megfogalmazni, mint ahogy a mai találkozásunk elején mondtam, hogy ez a szeretet meg is szó is olyan megfoghatatlan néha, ez az emberség is, hogy mit jelent, mindenki hagyja meg rá a maga válaszát. A mi dolgunk itt a színházban az, hogy önmagukra, illetve az emberségükre irányítsuk a figyelmet. Mert lehet eszközrendszert tanítani, meg tanulni, de ha az a bizonyos szűrő, az én személyiségem szűrője, amelyen keresztül a világ eljut önökhöz, egy szerepben, vagy más művészeti ágban egy képben, vagy egy zenében, ha ez a szűrő nem tiszta, akkor önökhöz valami más jut el. Tehát első körben az első sök önmagukkal ismerkednek. Végül egy picit összezavarja az embert, hogy ne csak nem azon az úton, amit a tévé meg a média kínál, hogy tehát valódi figyelemmel fordulunk önmagunk felé, aztán később ez a két tisztít. Az első fél éves, illetve évési vizsgálni, még egy picit van. De remélem izgalmas lesz, előttel is. Hallgassák őket szerintem. Jöjjön be. Ez nem az a vers, amire ezer éve gyúrunk. Ez nem az a vers, ami már általunk szól rólunk. Ez nem az a vers, ami úgy pánk, hogy közben időt állunk. Ez nem az a vers, amitől felrobban a világháló. Ez nem az a vers, amitől leszakad a födém. Ez nem az a vers, ami átragyog a múlt közén. Ez nem az a vers, amivel már előre számolnak. Ez nem az a vers, ami majd beolvas a kánonnak. Ez nem az a vers, amivel álmodoznak a nagyok. Ez nem az a vers, amire rámozdulnak a tanok. Ez nem az a vers, amivel jól be lehet fűteni. Ez nem az a vers, amivel húrni. Ez nem az a vers, amivel másoknak is jutni fog. Ez nem az a vers, amit egy egész ország tudni fog. Ez nem az a vers, amiben minden fogunk félni. Ez nem az a vers, amiben jó dolog lesz élni. Ez nem az a vers, amit majd beültetünk magunkkal. Ez nem az a vers, amit majd elvihetünk magunkkal! Ez nem az a vers, amitől felpörög a pulzus! Ez nem az a vers, amitől berosál a kurzus! Ez nem az a vers, ami a bátor kiállásra int! Ez nem az a vers, amitől erősödik a forint! Ez nem az a vers, amihez nem kell külön körítés! Ez nem az a vers, amitől leomlik a kerítés! Ez nem az a vers, ami csak száz évente van egyszer! Ez
vers, ami már épp eléggé banális. Ez nem az a vers, amitől élhető a halál is. Ez nem az a vers, ami majd átöblít a síron. Azt még csak most írjunk. Parancsolj, foglalj helyet, és kiemeljük a széket a nullat. Én meg tolcam. Tehát innen indulunk el, aztán addig bosszantom a növendékeket, meg hasonlók, amíg elindul valamiféle relativitás bennük, és elkezdenek kitalálni dolgokat. A téma adott, járjuk körül a karácsony. Most az idén úgy alakult, hogy különféle nációk szemszögéből nézték meg ebben a fél évben a növendékek azt, hogy egyes nemzeteknek milyen karácsony képzelnek el. Mindez természetesen az alapvető bohóctréfák stílusán belül. Én azt nem konferálom fel, hogy melyik jelenetecske, melyik nációé. Önökre bízom az eldöntését, köszönöm az
Jaj, 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 jaj! 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 Jaj, 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 jaj! Jaj, 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 jaj. Thank you.
Tapasztalatot, ismeretet, amit az első években a növendékek megszereznek. Thank you.
karácsony, nagy karácsony, kisül-e már a kalácsom, ha kisült már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Rémépből fölzengő, csing-ling-ling, száncsengő, száncsengő, csing-ling-ling, télöblén halkaring. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, szaladj velem. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, várj meg kérlek. Jöhettek! Gondoltam! Bum 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 bum.
játszunk együtt. Elbújni kell. Várj meg, kérlek. Örök nyár hív. Játszunk együtt.